Hi mindenkinek, Katamori vagyok, és kicsit el van dugulva az orrom. Ez igazából csak azért lényeges, mert nem tudom mennyire fog meghallatszani a videó során, és nem igazán lesz kedvem orrot fújni a mikrofonba. A te érdeketekben. Ott kint még mindig éjszaka van, és igen, még mindig akad. Egy kicsit, tehát ehhez hozzá kell szokni. A játék a járója. Kint egy bari. Hát még egy. Vagy ez egy csontváz? Mindegy, szerintem egy csontváz. És ugye mondta, hogy itt tartottunk. Csak nem valami az FPS száma, hogyan figyelem. Megesik. Egyébként az előző videóban túl későn vettem észre azt, hogy sokszor úgy fogyasztam. Így aztán megpróbálok a szókincsemet fejleszteni addig is. És egy pillanat, most elbezárom, mert ez a szolgáltatás nem valami jó. Egy pillanat. Na, így már talán valamivel jobb. Ellenben a helyzet itt lent annál kevésbé. Nem hiszem, hogy találni fogok bármit is. Így aztán nem tudom, mit éve legyek. Na, találtam sarakot. Hát a semminél végül is több. Kurva jó, hogy pont most nincs nála másó. Úgyhogy ez így el fog tartani a darabig. Jó kérdés lett az, hogy itt mi van. Ki is tövöm terméskővel. Bár lehet, hogy nem erre kéne pazarolnom a terméskövet. Ha jó, azt hiszem, hogy megcsinálok egy vasásót. Nem akartam lepazarolni azt a vasat, amit összegyűjtöttem. De hát kénytelen vagyok, látjátok. Úgyis mindjárt kimegyek. Hallom már, hogy a csontvázak ellángolnak. De tényleg el is felejtettem, hogy elég egyetlen darab vas, tehát még egy csákányra is marad. Tehát, hogy az ásó az elég egyetlen darab vas, hogy aztán marad még elég vas a más eszközökre is. És igen, elszámoltam magam. Úristen! Jó szomszédi iszony. Telsétálnak az ajtókért a szörnyek. Látjátok, ezért érdemes ajtót csinálni. És ha már itt tartunk, akkor én is alakítok egy kicsit ezen a lakáson. Ezt mondjuk, hogy kellett volna vágnom. Lehet, hogy ez most felelőtlenség. És igen, az volt. De akkor vissza van tömve. Nos. Kő rendesen sül, de szerintem ennyi elég is lesz. És most aztán töltöm a fejem, hogy mi mást csináljak még itt. Betömöm mondjuk ezt. Meg mit tudom én. Ez se kell ide végsősorban. Kiteszem a falra a fákját, és akkor jóság van. Biztítés ötletnek mondjuk. Hirtelen csak azt hiszem, hogy kiteszek ide valami képet, bár arra már úgyis szükség lenne. Nem is véletlenül. A fakapát eltesszük. Ahogy látom, még a kupac saknak a végére fogok érni. Oda érzetek, kaptam kovát. Flint, azaz kova. Lehet, hogy ez nem kovát jelent, de már csak így hívom. Ebből a foltos kőből, ami zuha lefelé, a salakból lehet ugye kivágni a kovát. És a jó benne az, hogyha leteszed és utána újra kivágod, akkor még kaphatsz belőle kovát.
és akár el is készítettem az első Flinter Steel-emet, amivel gyűjtogathatnék, de hát nem vagyok én olyan piromán, hogy már is elkezdett gyűjtogatni, amikor még a túlélésem is alig van bebiztosítva. Ha már itt tartunk, szerintem nem haladok olyan hűde nagyon jól, tehát volt már máshol jobb dolgom is ezt illetően Minecraft játék élményeim során. Ennek ellenére mégis egyre többen mondják azt, hogy ez a videósorozat egy jó ötlet volt, és hogy végre hát megfogtam az Isten lábát, ez kicsit erős kifejezés, de hogy végre valami normást is össze tudok hozni, ez egy pontosabb kifejezésre. Többek között ugye Hotdogger65, aki az egyik Minecraftos multiplayeres ismerősöm, ő is mondta, hogy jó a videó. És egy pillanat, most nem muszáj kifújni az orromat, mert nem vagyok valami jó formában. Ezt utolra lehet, hogy kivágom majd. Ha most nem hallottatok semmit, akkor már kivágtam. Isten, itt merre menjek itt tovább? Na, jó van erre. Jaj, tényleg majdnem elfelejtettem, csinálhatnék lépcsőket is. Megvan rá a megfelelő eszközünk. Így lépcső alapban ki kell rakni ugye a craft listába a köveket, és kőlépcsőt lehet készíteni. Ugyanez a játszható fával is végül is, nem arról van szó, hogy milyen anyagból készíted el, nem is az a lényeges. De végül is stílusos. Fogadj, meg is szó ismétléseim vannak. Most így hirtelen nem vágom, mert nekem már túl este van, hogy ilyet fejbe tartsak. És ami kinapalodott. Szóval a lényeg az, hogyha esetleg a szó ismétlésekért most utólag is elnézést, előre is elnézést kérek, nem utólag. Utólag kérek, az már nem van a rendben. És hogy hallom, a szörnyen pár lángolnak is, úgyhogy biztonságos lesz a kinti környék számunkra. De még kéne egy pár lépcső, nem probléma. Cobblestone-mal viszonylag sok nagy mennyiségem van. Lesz is még majd a túlélésem során nem kis mennyiségem belőle, ugyanis rengeteget kell majd vágni a követ. De mondjuk a követ azt nem vágjuk, hanem bányászunk, de hát most ez igazából tényleg annyira részletkérdés, mint a fene. Egyébként visszatérve ugye a fáklyákra, utána néztem, hogy hogyan zajlik ugye meghatározva a fény hatás ugye a Minecraftban, és azt olvastam, hogy jó biztonságos a környék. Jaj, ne! Jaj, ne! Ó, a jó kurva... Tudtam, ezt mindig megszívom. De egy másodtól is nem kaptok el! El is félek, hogy félbehagytam a mondani valómat, ez sokkal komolyabb probléma is, innitől.